Tegnap interpelláltam bérügyben a parlamentben. Tudjátok, ez az az ügy, amit már hónapok óta hajtók, hiszen a magyar kormány a KS adataira hivatkozva azt állítja, hogy Magyarországon fantasztikusan jók a bérek, immáron 400 000 forint bruttó ez az összeg. És természetesen ugye azt már kikutattam, hogy a KSH gyakorlatilag az ország felét nem veszi számításba, amikor beszámol a bérekről, de hát ugye olyan számolást is alkalmaz, egy átlagbért, ami elképesztően torzítja a béreket, és én már hónapok óta kérem a különböző minisztériumokat, hogy számomra, de hát nyilván az ország számára közölje, hogy mennyi a medián bér, az a számítási forma alapján kiszámolt bér, ami a valós adatokat megmutatná, hogy mennyit kerestek Magyarországon az emberek. Ezt a bért napok óta nem adják ki nekem, ezért a tanapi nap interpelláltam itt bent a parlamentben, és hát megkérdeztem, hogy mennyi a mediánbér. A válasz az egy 4 perces, semmitmondó duma volt az illetékes elvtárstól, akit kijelöltek erre. 4 percen keresztül sorolta az ország fantasztikus eredményeit, de nem mondta meg, hogy mennyi a mediánbér. És én erre kérdeztem rá, és nem hiába nem mondják el, mert pontosan tudják, hogy borzasztóan kevés, főleg azokhoz a számokhoz képest, amelyek a maguk hazudnak minden nap a médiában. Gyakorlatilag a kormány fél attól, hogy elmondja, hogy pontosan hogy állunk. Természetesen én ezt nem hagyom annyiban, ki fogjuk perelni ezt a számadatot, és nyilvánosságra fogjuk hozni, hogy mennyit keresnek Magyarországon az emberek. Más is történt az elmúlt napokban. A Párbeszéd kezdeményezésére az ellenzéki pártok egy olyan kezdeményezést írtak alá, és aztán nyújtottunk be törvényjavaslatként a parlament elé, ami arról szól, hogy a kormány kamu intézkedésével ellentétben érdemi lépéseket tegyen a magyar országgyűlés, a magyar kormány a zöld ügyben, hiszen mindenki tudja, idén is elmaradt a tél. És a kormány is felismerte ezt, és mindenféle dolgot kommunikál, hogy ők mit tesznek, de csak beszélnek róla, törvényeket nem hoznak. Most mi olyan javaslatot tettünk, amelyen érdemi intézkedéseket kértünk a kormánytól. Kettőt találhattok, hogy mi lett az eredmény a mai szavazásnak. Igen, eltaláltátok, a kormány leszavazta ezt. Sajnos továbbra is csak szavak szintjén zöld az ország, valójában továbbra is megy a tudatos környezetszennyezés. Reméljük, hogy azért ennek előbb-utóbb tényleg vége szakad. A mai napon a országgyűlés megszavazta a Lex Dési-t, tehát leginkább persze természetesen a fideszes része. Tudjátok, arról van szó, hogy Győrben időközi választást kell tartani, és Dési úr győzött, a Fidesz jelöltje, és ő egy doktor, és ugye Magyarországon az a törvény, legalábbis eddig az volt, hogy a 3000 főnél nagyobb települések polgármesterei, amennyiben az egészségügyben dolgoznak, ezt a munkát abba kell hagyni. De mivel a Fidesz úgy döntött, hogy illetve a Dési úrnak az volt a feltétele a Fidesszel szemben, hogy csak akkor vállalja a polgármesterséget, hogyha tovább folytathatja az egészségügyi munkát is, így megváltoztatták a törvényt. Azt gondolom, hogy ez így borzasztóan káros, hogy személyre szabott törvények születnek, jól mutatja az ország és sajnos az országgyűlés működését, csak reménykedni tudok abban, hogy ennek a folyamatnak nem sokára vége lesz, és ismét nem egyes emberekre szabjuk a törvényeket, hanem a társadalomra.